A romákkal egy utat építünk, mondta Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az ünnepélyes tanévnyitón, és hozzátette, nem érti és elutasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben összemossák a bevándorlási ügyet a hazánkban élő romák helyzetével. Az államtitkár üdvözölte, hogy a keresztény értékeket magában hordozó szakkollégiumi hálózat eredményes munkájával segíti a roma értelmiség haladását. Televíziónk kérdésére pedig elmondta, a kormányzat továbbra is több programmal segíti a hátrányos helyzetben élő gyerekek, fiatalok oktatását. Szeptembertől a kormányzat 3,5-szeresére növelte azoknak a gyerekeknek a számát, akik ingyenesen érkeznek bölcsődében és óvodában. A bölcsődei korosztálynak megint elindítottuk a biztos kezdetház programot, amelyet jelentősen fogunk tudni bővíteni a következő időszakban is, közel 50%-kal. Tehát ezek a programok mind azt erősítik, hogy a hátrány kompenzálással megtörténjen, és az iskolában is, ez a másik elem, fontos különböző ösztöndíjakkal segíteni ezeket a gyermekeket. Fontos az, hogy az iskola típusok közötti váltást, tehát a középiskolában, majd felsőoktatásba való menetet is segítsük, az útra való ösztöndíj program ezt célszolgálja. Nyíregyházán az evangélikus szakkollégiumban 25 hallgató tanul, az ország különböző egyetemein, főiskoláin 6 keresztény szakkollégium működik. A hálózat vezetője szerint mindenhol ugyanazért a célért dolgoznak. A roma szakkollégiumban fölveszünk roma származású és nem roma származású hallgatókat. Ez azt jelenti, hogy ez a szakkollégium a roma-magyar együttélésnek a műhelye, és azt szeretnénk felmutatni a magyar társadalomnak helyi és tágabb értelemben, hogy igenis különböző kultúrájú emberek tudnak elkötelezetten normálisan együtt élni. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat hallgatói az ország különböző részeiről érkeztek a tanévnyitóra. A hallgatók szeretik a szakkollégiumokat, és úgy gondolják, sokat nyújt számukra. Rengeteg mindent, barátokat, kapcsolatokat, nagyon sok lehetőséget, nyelvtanulást, és természetesen az ösztöndíj is megemlítendő. Egy uniós forrásnak köszönhetően valamennyi szakkollégium létszámának bővítésére is lesz lehetőség, mondta el televíziónknak a hálózat elnöke.